Hát ebben a hónapban egy 1848-ban kiadott rész három krajcáros, aminek az érdekessége, hogy egy spionpénz. A 48-as érmékről annyit illik tudni, hogy Batthyány Lajos által vezetett kormány pénzügyminisztere, ezt tudjuk, Kossuth lett, és ő a legfontosabb feladatának egy teljesen önálló Ausztriától független pénzügyi rendszer és pénzügyi igazgatás megteremtését tartotta a legfontosabb feladatának. Bankjegyeket nyomtak, ehhez természetesen fedezetre van szükség, ezért egy országos adománygyűjtési és kölcsönjegyzési mozgalmat indított, szükség van egy kibocsátó bankra. Nemzeti Bank híján, ez a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank volt, és szükség volt nyomdára. A nyomda vezetésével és felszerelésével Landerer Lajost bízták meg, a kor egyik leghíresebb metszője Tilorer József volt, aki elkészítette a bankjegyeknek a metszetét, és a gépeket pedig Londonból, az akkori legmodernebb nyomdagépeket sikerült beszerezni. Tehát itt sikerültek az első 1 és 2 forintos bankjegyeket kinyomtatni. Ezeket a köznyelv később úgynevezett Kossuth Bankónak nevezte el. Természetesen ő idézőjeles váltópénzre, apró pénzre is szükség volt, és ezért 48-ban először arany és ezüst 10 és 20 krajcárosokat vertek. Az érdekességük az, hogy még 48-ban vagyunk, tehát 5. Ferdinánd arcképe látható az előlapjukon. Viszont ami a nagyon különlegességük, és ez először fordul elő a magyar történelemben, hogy magyar a körirata, tehát nem latin. Eddig is már a birodalomban nyomtak Magyarország részére külön krajcárokat, de mindig latin feliratosak voltak. A felirata pedig ez, hogy 5. Ferdinánd Magyarország, Horvátország, Tótország, ez Szlovénia, királya, Erdély nagy fejedelme, tehát ez a kis körirat. A hátlapján pedig egy nagyon-nagyon tipikus 48-as ábrázolás a Szűz Mária kisdeddel látható. Ugyanez a motívum figyelhető meg az ekkor készült honvéd zászlókon is, a múzeum által őrzött gyönyörű fehér honvéd zászlónkon is ugyanez a Mária ábrázolás van, tehát a lába alatt egy félhold, a bal lábán ül a kisded Jézus, aki az ország almán nyugtatja a kezét, tehát ez egy ebben a korban tipikus ábrázolásnak mondható, a katonák csákó díszén ugyanez a forma jelenik meg. Az ezüst 10 és 20 krajcárosok mellett még kisebb érméket részből nyomták, 1-2 krajcárosokat, 1849-ben még 3 krajcárosokat is. Őnekik szintén az az érdekességük, hogy magyar nyelvű a körüratuk, és a Verde jelben is a hagyományhoz tértek vissza. Tudjuk, hogy Mária Terézia idején az alfabetikus Verde jeleket vezették be, ők visszatértek a középkorihoz, tehát a KB az Körmöcbányát, az MB pedig Nagybányát jelöli. A felirata pedig magyar királyi váltó pénz és a gyönyörű koronás kis címer díszíti. Ez ugyanaz a címer ábrázolás, megint ugyanez mondható el, mint ami a csákó rózsákon és a zászlókon is megjelenik. És ezek között van egy különleges, ez itt 1848-49-ben terjedt el, hogy ha ránézünk, akkor mindenféle a vastagságában, formájában teljesen megegyezik, egyedül a súlyában különbözik, hogy úgy hívja a köznép, hogy tekerős krajcár, vagy csavaros krajcár, mert szét lehet csavarni, és vagy apró üzeneteket rejtettek el, egyesek szerint maga a szabadságharc idején, de valószínűbb inkább az, hogy a megtorlás időszakában, tehát közvetlen a szabadságharc bukása után, szintén vagy üzenetet, apró leveleket, illetve apró Bem és Petőfi portréknak a tárolására, a titkos tárolására szolgált.